Akkor aki ezen az oldalon van, gyerekek, gyertek, legyetek szívesek így! Szembe sorakozó, meghallgatjuk a csata kiáltást, meg szerintem. Jó, akkor várjunk. Becsakorolt. Kánonban, de szép volt. Biztosok a gyakorlat. Jó, akkor ugye az 6. B-osztály pedig ismeri azt, hogy hip hip hurrá, akkor háromszor rajta. Hip hip hurrá, hip hip hurrá, hip hip hurrá. Hurrá. Thank you.
lehet integetni. Hello! Bye. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Aha! Sziasztok! És ott sütöttek kenyeret a gyerekek. Van ez itt egy erdei iskola, Mórahalmon, ilyen zöld ház. Uh-huh. Különböző programok voltak, biciklivel kimentünk a... De mondhatod, ha... És akkor ott volt kenyérsütés. Aha. És hogy ugyan érkezik a gyerekek. Kemencében. Dapat. Tomival együtt három. A szép. Kamerázza az osztályokat. Én meg csak csak.
Hú, és ott meg bográcsoznak, nézzük meg azt is. Jó napot kívánunk! Lecsó? Ott egy darázs, benne vannak a kóldában. Mert szeretik a húst. De majd bedobom őket, aztán majd azt is nem. Húsosabb lesz. Ebben rizset is. De amiről megvannak a darázs. Te vettetek még darázsos lecsót? Nem. Nem. Otthon bele kell egy fészek darázs. Beledobtok is, akkor összefőve lesz. Legjobb. Abban van, amíg jól is kell kavarni. Jó, fehér! Még több húst! Most nem nagyon kell kavarni, még szépen szép időn van, nagyon. Nagyon. Ó, elénk állt. Arról beszélget Csubicsodával, hogy jó elhetőt a helyen. Jó kis olyan jó. Profi. Igen. Hát most mi, én már... Második olyan így ráfetik az eszkarába. Hogy jó elhetőt. Nem tudom, nekem szimpatikus. Csaj? Nem, mint osztály. Ja. Nem, de ez egy ilyen kis válogatott. Ez a válogatott. Leszetnék? Féltetek mi? Nem. Majd. Jó. De jó, nézik a jurtát. Na majd kihívlak egy olyan párbajra. Azaz. Neked? Nekem még egy. Na, mindjárt fog sikerülni. Nézd kettőt is. Szép. Sziasztok, fiúk! Mit lehet itt látni? Elmondjátok, mi van itt? Ez őszfej. Az veszélyes. Ragd vissza. Megengedtik, hogy megfogjuk. Jó, de ragd vissza, mert vége nagyon hegyes. 10 000 volt, ez pedig lehet, hogy 30 000 körül lesz. Mi? Éves? Nem, hanem annyi év fogják eladni. Mert van ilyen is, ilyen nyaklánc. Ez meg igazi fog.
Igazi, biztos. Biztos. Jó. Sziasztok! De szép! Talán tudjátok, kik laktak ilyen sátrakban, jurtákban? Ki? Magyarok. A magyarok, amikor talán vándoroltak a csordáikkal. Kérek pecsétát. Köszi, nem kérem. Ilyen jurtás. Jurtás pecsét. Talán pecsétől itt ilyen ne harcsoltanak. Kérsz ilyet? Még egy gyere látni. Ide, próbáld megerősíteni. Köszönöm. Jó napot, Csaba bácsi. Sziasztok. Csaba bácsi, ez mi? Most le kell fényképeznem, hogy videózni. Az jó kérdés. Puska! Szerintem a gyapjút ezen fonták. Igen, és fonalat készítettek belőle. Gabika elébe azon ült. Sziasztok, gyertek nyugodtan. Tanár bácsi, és mi? Hát ezt öltettem még egy ilyen. Gyorsan. Következő menet, gyerünk. Köszönöm. Robi, nem tudtalak fölvenni. Ha persze, azt kell, hogy ezt vegyél föl. Majd én téged. Ja. Róda, igen. De ne üss vele, ne üss, le kell lökni a másikat. Nem ütni. Azért nehogy adjon üst. Jó, az is tök jó. Na jössz, Laci, egyre? Egy-kettőre. Nem érdekel, hogy a Csaba az a rönk azonnak. De nem? Nincs mit átugrani. Én megyek inkább a fiúkkal harcolok. Igen. Na majd beszállok én is. Győztes kihívva? Nem akartok agyonütni? Nem vagyok azért cukorból. Csak én nem tudok megállni, ti ügyesebbek vagytok én. Jó, hogy itt van ez a szok. Lökni, nem ütni, lökni. Összeérjen eleve is akkor, hogy ki, vagy... Úgy is, meg testet meglökni, de nem ütni azért. Na, de hát ezzel azért oldalba vernek. Hát nincs rajta a végén, már ki van a bolt. Nehogy tökön vernánk el. Na. Egyeztem. Ez a baj, ez hogy forgatod meg, mi egy másik. Felvesszük, Rita, nyugi, tarts ki. Felvesszük, Rita, nagyon ügyes. Elsőleg így csinálsz. Érd utol az árnyékodat. De mit, ha így... Várjál, Marti! Mit, ha így 10 kiló lenne a végén, és így le kéne húzódni, hajt. Figyelj, csak ez csak a 8. B.
Igen, lassan menni kéne, Robi. Egy perc.